A tanmár előzetesben újabb 15 korrupt határrendészt fogtak el tegnap Záhonynál, erősítette meg kérdésünkre a központi nyomozó főügyészség. Komfortosabb szennyvízkezelés, befejeződött az Ecsedi láb szennyvízelvezetési és tisztítási projekt. A több mint 5 milliárd forint értékű fejlesztés 5 települést és közel 12 ezer lakost érint. Támogatás tanulóknak. Ösztöndíj program indítását tervezi Nyírbátor a tehetséges, de hátrányos helyzetben élő helyi diákok számára. Újabb 15 korrupt határrendészt fogtak el tegnap Záhonynál, erősítette meg kérdésünkre a központi nyomozó főügyészség. A Kölcsei Televízió iradóját látják, köszöntöm Önöket! Csak ebben az évben eddig több mint 80 pénzügyőrt, határrendészt és civilt buktatott le a Nemzeti Védelmi Szolgálat a záhonyi határátkelőnél. A most elfogott határrendészeket Nyíregyházára szállították, ahol gyanúsítottként hallgatta ki őket a nyomozóügyészség. Az MTI értesülése szerint az elfogott rendőrök naponta akár 1000-1500 eurót is kereshettek, akik tettükért 12 év börtönbüntetést is kaphatnak. A megalapozó gyanú lényege szerint a záhonyi határrendészeti kirendeltségen szolgálatot teljesítő rendőrök rendszeresen fogadtak el pénzt a határon átlépő járművek utasaitól és vezetőitől azért, hogy a kisebb szabálytalanságoktól eltekintsenek. A 15 gyanúsítottból az ügyészség 6 szemét őrizetbe vett, és ma dönt arról, hogy tesz-e indítványt az előzetes letartóztatásuk elrendelésére. A tegnapi elfogások és kihallgatások annak a nyomozásnak a folytatása, amelyben az záhonyi határon elkövetett korrupciós bűncselekmények miatt már 38 pénzügyőr gyanúsított szerepel. Befejeződött az Ecsedi láb szennyvíz elvezetési és tisztítási projekt. A több mint 5 milliárd forint értékű fejlesztés 5 települést és közel 12 ezer lakost érint. A projekt keretében két szennyvíztisztító telep épült, a települések szennyvizeinek elvezetésére pedig úgynevezett zárt gravitációs csatornahálózatot építettek ki. Két agglomeráció 5 településének, Nagyecsed, Mérk, Vállaj, Tiborszállás és Fábiánháza szennyvízelvezetése és tisztítása valósult meg egy több mint 5 milliárd forintos fejlesztés keretében. A projekt jelentős uniós és hazai, valamint önkormányzati és lakossági hozzájárulásokból valósult meg, hangzott el az átadó ünnepségen. Abba bízunk, egyébként a projektben vállaltuk is, hogy 3 év távlatában több mint 95%-os rákötési produktumot kell a lakosokkal együtt megteremtenünk. Én nagyon bízom benne, és motiváljuk is természetesen a lakosságot arra, hogy kössenek rá. Nem csak azért, mert környezetvédelmi szempontból ez nyilván fontos, hanem azért is, mert egy sokkal komfortosabb szennyvíztisztítást lehet megvalósítani a vezetékes szennyvízkezeléssel, mint korábban a klasszikus emésztőgödrös konstrukcióba, és nem utolsó sor fajlagosan kevesebbé is kerül a lakosoknak ez a fajta tisztítási mód. A projekt keretében két szennyvíztisztító telep épült, a települések szennyvizeinek elvezetésére pedig úgynevezett zárt gravitációs csatornahálózatot építettek ki. A fejlesztéssel közel 12 ezer lakos juthat komfortosabb szennyvízkezelési szolgáltatáshoz. Az Ecsedi láb területén tudjuk, hogy magasan van a talajvízszint. Hagyományos szikasztó berendezésekkel az emésztő gödörrel gyakorlatilag a talajszennyezés nagyon nagy mértékű volt. Talajvíz visszamenjen ugye a vízbázisokra, és így az emberek életminőségére is hatása volt. Így azt gondolom, hogy mindenféleképpen fontos élettani szempontból, az emberek életminőségének javítása szempontjából. Azt gondolom, hogy anyagi szempontból sem utolsó, hogy szippantót kell fizetni, mert pedig elfolyik a szennyvízudvarról, és visszatérve az alapgondolat, hogy a környezetvédelmi terhelés csökken, az emberek egészségügyi állapota is nő, és a környezetterhelése nagy mértékben csökkenni fog. A tisztított szennyvizek befogadója a Kraszna, a szennyvíziszapból pedig a modern technológiáknak köszönhetően a mezőgazdaságban hasznosítható komposztot állítanak majd elő. Ösztöndíj programot indít Nyírbátor a tehetséges, de hátrányos helyzetben élő helyi diákok számára. A város vezetése a tervek szerint a helyben működő cégekkel, vállalkozásokkal egy olyan együttműködést köt, amellyel támogatni tudják a jelenleg hiány szakmákban tanulókat, és segítik elhelyezkedésüket is. Máté Antal polgármester elmondta, mindez azért fontos, mert hiába van jelentős számú foglalkoztató a térségben, azok sokszor nem találnak szakképzett munkaerőt.
A helyi gazdaság megerősítése, a fiatal népesség megtartása a célja Nyírbátornak. A következő években olyan beruházásokat, fejlesztéseket terveznek, amely vonzóvá teszi a fiatalok számára a várost. A Nyírbátori Ipari Park a térség egyik legnagyobb gazdasági övezete, ahol több ezer fő dolgozik a multicégeknél. A vállalatok azonban egyre nehezebben találnak szakképzett munkaerőt. Itt ma már nagyon-nagyon nagy a hiány, jellemzően a termelő szektorhoz kapcsolódó mind felsőfokú, mind középfokú szakképzett réteg iránt, jellemzően műszaki, gépészmérnöki végzettségek, középiskolai szinten pedig az olyan technikusi vagy gépészi végzettségek, amelyek nap mint nap kellenek. Ezért nekünk komoly együttműködésünk van mind a szakképzési centrummal, mind pedig az egyetemekkel annak érdekében, hogy egy teljesen újszerű programot alakítsunk ki ezen a területen. A városvezetés szeretné, ha a helyi fiatalok tanulási, továbbtanulási esélyeit segíthetnék. Fontos, hogy a helyben végzős, főként középiskolások munkahelyeket találjanak a Nyírbátorban működő vállalatoknál. A város ezért egy új ösztöndíj programot is indít. Elsősorban a hátrányos helyzetű szegény társadalmi csoportokban jellemző az, hogy bár elvégzik az iskolát, nem jellemző, hogy olyan szaktudásuk vagy szakképzettségük legyen, ami közvetlenül adaptálható a cégek számára. Ezért döntöttünk úgy, hogy az önkormányzat és a termelő cégek egy közös ösztöndíjprogramot hoznak létre, amelynek lényege, hogy az önkormányzat a szegény sorsú, de tehetséges gyerekeket az általános iskolában egy ösztöndíjprogramban részesíti, és ezek a gyerekek tovább lépve a szakközépiskolába a cégeken keresztül egy hasonló folyamatos támogatást kapnak. A szülőknek, a családoknak folyamatosan együtt kell működniük, a támogatást a diákok tanulmányi eredményeikhez kötik. A polgármester elmondta, az ösztöndíjprogramba bevont cégekkel hamarosan megkötik az együttműködési szerződést. A Smart City kutatások területének megismerésében és a jövőbeni irányok kijelölésében segít az a szenzorhálózat, amit a Nyíregyházi Főiskolán építettek ki. A közlekedés, a vízminőség és az energetikai kutatásokat érintő modellek bárki számára elérhető adatokat szolgáltatnak a témát érintő kutatásokhoz. A Smart Campus Pilot modellt 4 hónap alatt valósították meg a Nyíregyházi Főiskolán Európai Uniós forrásból. Ezzel a városra, illetve a megyére kiterjedő komplett szolgáltatásokat tudnak majd kínálni a kutatók. A pályázatunk fő célja a Nyíregyházi Főiskola képzési, kutatási és szolgáltatási portfóliójának a bővítése. Nyilván a kutatási irányok is ezen a vonalon indultak el, és gyakorlatilag azon túl, hogy a projekt fő célja számunkra az volt, hogy egyáltalán megismerkedjünk a Smart City fogalommal, az európai jó gyakorlatokkal, és azokat hogyan tudnánk akár a főiskolán, akár Nyíregyháza városán alkalmazni. Egy konkrét fizikai modellt is megvalósítottunk, egy olyan szenzorhálózatot építettünk ki a Nyíregyházi Főiskolán, mi ezt úgy hívjuk, hogy Smart Campus Pilot Modell, ami akár kutatási, akár oktatási célra nagyon jól használható, és természetesen, ugye nyitott kampusz lévén bárki, aki bejön az utcáról, ezeknek a szenzoroknak az adatait, meg egyáltalán a működését szemrevételezheti. A kutatás 3 fő területre irányult. Az első a közlekedéshez kapcsolódik, a főiskola parkolóhelyét például érzékelőkkel szerelték fel. Foglalkoztak továbbá a vizek minőségével, valamint energetikai vizsgálatokat is végeztek. Olyan típusú városfejlesztés, mint ami ezekben a nyugati modern smart city-kben megvalósul, nem valószínű, hogy végre lehet hajtani Magyarországon ilyen típusú városfejlesztéseket, de ezeknek az eszközöknek és a vele járó fejlesztéseknek bizonyos területeit be lehet vezetni és meg lehet valósítani. Tehát azt, hogy mondjuk az egészségügyben egy meghatározott időpontra lehessen elmenni a szakrendelőbe. Az, hogy egyre általánosabbá váljon, hogy az ügyeinket az önkormányzatnál szintén meghatározott időben el tudjuk érni ezekkel az eszközökkel. Az, hogy olyan szenzorok vesznek bennünket körül a városban, amelyel megkönnyítjük a közlekedést, a parkolást. Ez ilyen típusú városokban is, megyeszékhelyeken és ilyen nagyságú városokban, mint Nyíregyháza, megvalósítható. A vezetőkutató kiemelte, a főiskola energiatakarékossága és a megújuló energiaforrások használata mellett elérhető lesz az is, hogy a hallgatók intenzíven bevegyenek részt a főiskola irányításában, így a kísérleti projekt valós hasznokat hoz majd a város és a főiskola számára is.
Ma ünnepelték a Józsa András Múzeum napját Nyíregyházán. A részletekről a folytatásban, előtte nézzük a híradó további témáit. 4 meccsen 4 győzelmet szerzett a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei labdarúgó válogatott, amely így az első helyen végzett a Gyöngyösön megrendezett regionális tornán. Csütörtökön 10. alkalommal rendezik meg Nyíregyházán az adventi kupa kispályás labdarúgó tornát. A Filó foci csarnokban a történelmi egyházakat képviselő együttesek mellett a nyíregyházi önkormányzat és a megyei kormányhivatal csapata lép pályára. Koszorúzással, több új kiállítás megnyitásával, előadásokkal és egy együttműködési megállapodás aláírásával ünnepelték ma a Józsa András Múzeum napját Nyíregyházán. Kelet-Magyarország legrégebbi közművelődési és tudományos intézményét 1868. december 1-én alapította Józsa András, akire minden év december 1-én régészek, antropológusok, orvosok és múzeumlátogatók emlékeznek. Többek között kórház, városrész, utca és a múzeum is Józsa András nevét viseli Nyíregyházán, az utókor méltóképpen igyekszik megőrizni emlékét, mondta a Józsa András Múzeum napján Bene János. A múzeum igazgató kiemelte az alapítási 1868. december 1-i dátumot, valamint a sikeres 2015-ös évet is egy újabb együttműködési megállapodás aláírásával öregbítik. Tavaly aláírtuk egy együttműködést a Zsesovi Múzeummal, most a Kassai Múzeummal. Szeretnénk egy ilyen Zsesov-Kassai-Nyíregyháza tengelyt kialakítani, amiben az van, mindig együttműködés ugyanaz van, hogy minden évben egy kiállítást cserélünk. Tehát most a Kassaiak jöttek, jövőre mi mondjunk Kassára egy kiállítással, olyan kiállítással, ami mind a két ország népessége számára érdekes lehet. Aztán nem gondolkozunk, konkrétan lesz majd szakembercsere. Tehát kassai kollégák jönnek hozzánk, megismerni a mi munkánkat, mi megyünk Kassára. A rendezvényen a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei kórházak és egyetemi oktatókórház főigazgatója Adorján Gusztáv arról szólt, az egykori megyei főorvos vezette be a halálozási és betegségi statisztikát, valamint több kiemelkedő jelentőségű műtétet végzett. A rendezvényen Józsa András leszármazottjai is részt vettek. Orgonasípoknak nevezte a lányait, 6-an voltak, 6 lánya volt, egyik kölyük, Andrea, az én dédanyám, és nagyon-nagyon emberi és szerető apa képe bontakozott ki róla. Csak egyetlen kis adalék, hogy egyszer Józsa Andrea, tehát az én dédanyám lánya egy kisebb balesetet szenvedett, nevezetesen valószínűleg rosszalkodott és kiesett az ablakból, és feltehetően valamilyen törést szenvedett. Hát Józsa nagyapa nem volt res, ott helyben a konyhában megoperálta. Tehát ezek ilyen kisebb, apróbb történetek, amiket szájról szájra adunk tovább egymásnak, és hát ezek az ilyenek éltetik őt tovább. A rendezvényen elhangzott Józsa András fejleszteni, alkotni és a kultúrát terjeszteni született, az örökséget tovább kell vinni Szabolcs-Szatmár Bereg megyében. A megye egyik legnagyobb emberéről beszélünk, és nem véletlen, ugye tegnap volt a születésnapja, a mai nap meg abból a szempontból nagyon kiemelt, ma meg a múzeumnak van a születésnapja, és ezt a kettőt, hogyha összekötjük, akkor azt hiszem, hogy egy olyan kellemes elegyet kapunk, amelyre érdemes emlékezni, és érdemes megünnepelni ennek a napját. A Józsa András Múzeum napján elhangzott, az intézmény életében kiemelkedő volt a 2015-ös év, többek között Ősz Dénes festőművész és Futaki István professzor hagyatéka is látogatható a múzeumban, valamint megtekinthető a történelmi szempontból kiemelkedő jelentőségű, idén-nyáron talált porcsalmai éremkincs. Emléktáblát avattak Berec András nyíregyházi festőművész tiszteletére annak a háznak a falán, amelyben 20 éven keresztül élt és alkotott. A közelmúltban felújított Luther utcai ingatlan utcafrontjára helyezték ki a táblát, amelyet Berec András volt tanítványa, Nagy Lajos Imre szobrászművész készített. Az avatóünnepségen jelen volt a festőművész lánya, Berec Andrea is. Nyáron hívott fel a Nagy Lajos Imre tanár úr ezzel a nagyon szép tervével, hogy mit szólok hozzá, hát mit szólhattam volna, nagyon meg voltam hatva, és mondtam, hogy mindenben támogatom, és minden úgy lesz, ahogy ő gondolja. És hát azóta lélekben készülök rá, ő pedig mindig nagyon gondosan tájékoztatott az előkészületekről, és nagyon, nagyon sokat jelent ez nekünk.
Négy meccsen 4 győzelmet szerzette a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei labdarúgó válogatott, amely így az első helyen végzett a Gyöngyösen megrendezett regionális tornán. A Gerlicki Máté által irányított együttes a legjobb 8 között szombaton Pomázon játszik 2 mérkőzést, továbbjutása esetén pedig másnap Szigetszent Miklóson már éremért léphet pályára a megye válogatott. A megyei első osztályban őszi első Ibrány 10 játékost adott az Ibrány edző Gerlicki Máté által irányított válogatottba, 9 játékos pedig további 7 klubból érkezett a Gyöngyösen pályára lépő csapatba. A 4 2x35 perces mérkőzésen összesen 13 gólt szerzett és mindössze 1 gólt kapott a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei gárda, amely Heves ellen 3-0-ra, Hajdúbihar ellen 3-1-re, Borsod-Abaúj-Zemplén ellen 4-0-ra, Nógrád ellen pedig 3-0-ra győzött, így hibátlan teljesítménnyel szerezte meg az első helyért járó serleget. Kétség sem fért hozzá, hogy mi voltunk a legjobb válogatott, mi játszottuk a legjobb futballt, és emellett nagyon sportszerű is volt egyébként a csapat, amire nagyon büszke vagyok, nagyon büszkék lehetünk. Tehát tényleg játékban, nem erőbe is, de játékba fölülmúltunk mindenkit. A játékvezetőktől kezdve, a rivális csapat vezetői játékosain keresztül, az ott megfigyelő különböző megyei igazgatók, a budapesti vezetőségből kiérkezett vezetők közül is mindenki gratulált, és hát a díjátadónál vagy 2 percig tényleg áradoztak Szabolcs-Szatmár Bereg megyéről, és természetesen nagyon-nagyon sok sikert kívántak nekünk. Természetesen nem száll a fejünkbe a dicsőség, de gyorsan hozzá kell tenni. Annak nagyon örülünk, hogy itt a régióban a legjobbnak bizonyultunk, de hát azért dolgozunk, hogy most hétvégén nem csak a régióban, hanem az országban is a legjobbnak, vagy az egyik legjobbnak bizonyuljunk. Szombaton a megyei válogatott Bács-Kiskun és Pest megye legjobbjai ellen lép pályára Pomázon. Továbbjutási esetén vasárnap Szigetszent Miklóson már éremért játszhat Gerlicki Máté együttese. Csütörtökön 10. alkalommal rendezik meg Nyíregyházán az Adventi Kupa kispályás labdarúgó tornát. A Filó foci csarnokban a történelmi egyházakat képviselő együttesek mellett a nyíregyházi önkormányzat és a megyei kormányhivatal csapata lép pályára. Jubileumhoz érkezett az országban egyedülálló kispályás focitorna, amely egykor 4 csapattal indult el. Az ötletgazda szerint az első rendezvény óta eltelt idő igazolja, hogy az egyházak és a világi szervezetek között a sport is lehet egyfajta kapocs. 2006-ban egy egyszeri ötlet volt, hogy közelítsük az állami önkormányzati és az egyházi szerveket, hiszen a nagyon jó napi együttműködés mellett úgy gondoltuk, hogy a sportban is megpróbálunk kapcsolatokat kiépíteni és fejleszteni. Ez nagyon jól sikerült. A csapatok létszáma azóta növekedett, hiszen az egyháztól is, illetve a kormányhivatallal, az állami szervektől is bővült ez a kör. Minden alkalommal nagyon jól sikerülnek ezek a rendezvények, rendkívül sportszerű, hangulatos mérkőzések zajlanak, de nagyon kemény csaták is, hiszen mindenki szeretne győzni, de amikor vége a mérkőzéseknek, akkor már csak a jó hangulat meg a beszélgetés marad. Ebben az évben az Evangélikus Egyháza rendezvényházigazdája. Igazán fontos az, hogy együtt lehetünk, történelmi felekezetek, és együtt lehetünk a kormányhivatallal, önkormányzattal, és nagy várakozás van bennem, mint ahogy minden évben is nagy várakozás van bennem, hogy ez a testvéri együttlét, ez megmutatkozik a pályán is. Az adventi kupának idén a Filó foci csarnok ad otthont. A torna csütörtök délután 13:30 kezdődik, és a tervek szerint 18 órakor ér majd véget. Híradónk végén nézzük a legfontosabbakat még egyszer röviden. Újabb 15 korrupt határrendész fogtak el tegnap Záhonynál, erősítette meg kérdésünkre a központi nyomozó főügyészség. Az MTI értesülése szerint az elfogott rendőrök naponta akár 1000-1500 eurót is kereshettek, akik tettükért 12 év börtönbüntetést is kaphatnak. Befejeződött az Ecsedi láb szennyvíz elvezetési és tisztítási projekt. A több mint 5 milliárd forint értékű fejlesztés 5 települést és közel 12 ezer lakost érint. A projekt keretében 2 szennyvíztisztító telep épült, a települések szennyvizeinek elvezetésére pedig úgynevezett zárt gravitációs csatornahálózatot építettek ki. Ösztöndíjprogramot indít Nyírbátor a tehetséges, de hátrányos helyzetben élő helyi diákok számára. A város vezetése a tervek szerint a helyben működő cégekkel, vállalkozásokkal egy olyan együttműködést köt, amellyel támogatni tudják a jelenleg hiány szakmákban tanulókat, és segítik elhelyezkedésüket is.
A Kölcsei Televízió híradóját látták kedden, friss hírekkel szerda este is várjuk Önöket, híreink addig is elérhetőek honlapunkon. Én munkatársaim nevében is köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! Holnap többnyire felhős időre számíthatunk, kisebb esővel. A Kárpát-medencétől északra markáns ciklon örvénylik, ennek déli peremén gyakran nedves óceáni léghullámok érkeznek fölénk, így folytatódik az átlagosnál enyhébb idő. Éjjel eleinte változóan felhős idő várható, majd az éjszaka második felétől megnövekszik a felhőzet, csapadék nem valószínű. A szél jelentősen mérséklődik, reggelre általában 1 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben erősen felhős vagy borult lesz az ég, majd késő délutántól felszakadozik, csökken a felhőzet, kisebb eső, zápor előfordulhat. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad, délutánra 6 fokig emelkedik a hőmérséklet, melegfronti hatás van térségünkben. A meteorológiai tél első napjaiban, azaz a hét további részében a sok éves átlaghoz képest néhány fokkal enyhébb idő lesz. A mérséklődő légmozgás miatt erősödik a köthajlam, tartósan ködös, borús idő valószínű, emiatt gyengül a nappali felmelegedés. A hét végén kissé megélénkül a szél, és ismét 10 fok közelébe emelkedhet a hőmérséklet, számottevő csapadék nem lesz, legfeljebb kis területen fordul elő átmeneti jelentéktelen ködszitálás.